Természetfotók ékesítik a Vármegyeháza folyosó galériáját, a szekszárdi pünkösdi fesztivál részeként ugyanis immár 6. alkalommal Retkes Tamás képeiből nyílt kiállítás. Az Árulkodó Gemenc című tárlatot Parag Tibor, a Dunadráva Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője nyitotta meg. 30 plusz 1, egyébként 30 szokott lenni, most egyel több lett, mert a nyomtatásnál nem voltam benne biztos, hogy jó lesz, és akkor plusz egyet beraktam, de jó lett, úgyhogy most ezért én páratlan. Ez annak idején ugye a pünkösdit úgy hívta a Szekszárd, hogy vad és hal ünnep, ezért lett kitalálva ez a gemenc, hogy belepasszol, és mindig a pünkösditől a következő pünkösdig anyagból válogatok én. És az meg igazából az én ezek itt az én választásaim. Próbálok minél több állatot megmutatni, mennyiféle állat van Gemencben. Tavaly jobban sikerült, most azért inkább a vaddisznók meg a szarvasok vannak többségben. Tamás azt mondja, mindegyik képnek megvan a maga története. A szarvasbőgések, a bőgéskor készült fotók a kedvenceim. Olyankor azért a szőr föláll az emberen, amikor egész közel ott kijön a sűrűből, és elkezd bőgni, tehát ezt mindenkinek csak ajánlom, hogy vannak most már ilyen a Gemenc által is szervezett ilyen szarvasbőgés túrák, nézzék meg, és csak hallgatni is nagyon jó egyébként. Nehéz így belőni, mert vannak azok a fotósok, akik tudatosan kimennek valamit fotózni, én meg úgy megyek ki fotózni, hogy amit a természet meg a Jóisten ad nekem ott, és így aztán én sosem érem, de voltak olyan állatok, amire vágytam, például a jégmadár, amire több évet kellett várnom. Tamás élete első fényképezőjét a 8. ballagására kapta. Azzal elkezdtem készíteni fotókat, beküldtem pályázatokra, megjelent egy-egy fotóm könyvekbe, akkor ez ugye egy kis lendületet ad az embernek, meg önbizalmat. Aztán utána a múzeumhoz kerültem 2006-ban, és akkor tanultam meg igazából ilyen profi fotós felszereléssel fotózni. Nagyon sok mindent fotózok, ugye a múzeumban vannak műtárgyak, amiket fotózok, folyamatosan előadások. Aztán ezen kívül van egy grafikus barátom, akivel másodállásban szintén fotózunk, és ott meg azt szoktam mondani, hogy a WC tartálytól a boros üvegig vagy a borig mindent fotózunk. Esküvőfotózás, rendezvényfotózás, Márkus öcsének az összes futóversenyét fotózom. Tehát igazából minden, ami fotózás, az abban így belekóstolok. Van, amelyik jobban tetszik, meg van, amelyik jobban megy, de a szívemhez mindig a természetfotózás áll a legközelebb. Valószínűleg ez onnan jöhet, hogy már gyerekkoromban a szülőkkel folyamatosan kirándultunk, kempingeztünk, és bennünk van a természetnek a szeretete, és ezt próbálom is továbbadni az én kisfiamnak is. Kikapcsol, főleg kikapcsol, illetve hát a visszajelzésekre nyilván mindenkinek szüksége van. Visszakapom idős emberektől, hogy olyan jó, hogy ezeket a képeket láthatják, mert ők már nem jutnak ki, és az én képeimen keresztül mégiscsak kijutnak. Tehát ez nagyon sokat számít nekem, ez sokkal több, mint ha valami díjat kapnék. Úgyhogy én igazából nekik készítem, nyilván magam örömére is, és tényleg az a legjobb a Gemencben, hogy ha kimész, akkor úgy megszabadulsz ettől a városi pörgéstől, és lenyugszik minden körülötted, és feltöltődsz. A fotós autodidakta módon tanulta a szakmát, és tanulja folyamatosan, elmondása szerint élete végéig. Több projekt is van, Tamási és környékét kell fotóznom, várakat, a Simontornyai vár, Ozorai vár, aztán Szekszárd és környékét is kell fotózni, borokat is fotózunk továbbra is, légi fotózás is megy, az is most új kedvenc. Én úgy érzem, hogy folyamatosan fejlődök, és ez ugye addig tart szerintem az életem végéig. Tehát, hogy fejlődik a technika is, fejlődik az ember is, a látásmódja, minden. És én visszanézem a régi képeket, és akkor sokszor elszörnyűködök, hogy úristen, na ezt már törölhetjük. Úgyhogy jó látni, hogy fejlődik az ember.